valaki felszólalni. Igen, Apáti István képviselő úrnak adom meg a szót a Jobbik képviselőcsoportból. Köszönöm a szót, elnök úr. Igyekszem rövid lenni, és megkímélem attól a tisztelt házat, hogy végigmenjek mind a 17 módosító javaslaton egyenként. A Jobbik által benyújtott módosító javaslatokat gyakorlatilag annak rendje módja szerint leszavazták, ezek közül némelyik megkapta ugyan az egyharmados szavazatránk, az egyharmados támogatást. Mondanám először azt, amiben egyet tudunk érteni, és örvendetesnek tartjuk, ez az, hogy az alpolgármesterek vonatkozásában a választás, illetőleg idézőjelbe téve a visszahívás rendjét a múlt heti bizottsági ülésen az általam megfogalmazottak szerint fogadta el a bizottság. A Jobbikos álláspont alapján készítette egy javaslatot a beterjesztők közül néhány képviselőtársam. Annyival bővítették az elképzeléseiket, és ez vonatkozik a külsős és a belsős alpolgármesterekre egyaránt, miszerint a képviselőtestület a polgármester javaslatára titkos szavazással minősített többséggel alpolgármestert választhat. Ez tehát mind a két típusú alpolgármesterre vonatkozna, és ugyanígy a polgármester javaslatára titkos szavazása minősített többséggel lehet ettől idézőbetévettől a tisztségétől megfosztani az alpolgármestereket. Ezzel egyet tudunk érteni, hiszen valóban áldatlannak és fenntarthatatlannak végig azt az állapotot, hogy hosszú évek bírósági procedúrája árán lehet csak egy alpolgármestert elmozdítani. És az ellen sem lenne kifogásom, hogy ez a valamennyi alpolgármester vonatkozva független attól, hogy a testületen belülről vagy a testületen kívülről érkezik. Itt azonban véget is ér az a rendkívül rövid felsorolás, amivel egyet tudunk érteni, ugyanis a külsős alpolgármesterek terén semmilyen érdemi előrelépés nem történt, tehát sem hatásköri, sem jövedelmi, sem létszámkorlátra vonatkozó javaslatainkat nem fogadták el. Szerettük volna társadalmi megbízatású státuszt előirányozni, ennek révén ugyanis szűk és észszerű és takarékos keretek közé lehetett volna szorítani az alpolgármesterek javadalmazását, értve a tiszteletdíjukat, ez alatt, illetve a költségtérítésüket is, erre nem volt vevő sajnos a kormánytöbbség, illetőleg legfeljebb egy, azaz egy főig kívántuk engedélyezni a testületek, illetve a települések nagyságrendjétől függetlenül az alpolgármesterek számát, tehát szerettünk vagy létszámkorlátot beépíteni, sajnos ez is süket fürekre talált, tehát pontosan amiatt, hogy itt nem sikerült semmilyen határt vagy normális korlátozást meghúzni, ezért jelen állás szerint egészen biztos, hogy a Jobbik Magyarországért mozgalom képviselőcsoportja ezt a törvényjavaslatot ebben a formájában nem fogja tudni támogatni. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most 2 perces hozzászólásra Ivádi Gábor képviselő úrnak adom meg a szót az LMP képviselőcsoportban. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ház. Apáti képviselőtársam nagyon sok mindent elmondott, tulajdonképpen a benyújtott módosító javaslatok közül minden olyan, amely az ellenzék által lett benyújtva, az el lett utasítva. Ennek megfelelően ugye az LMP kifejtette azt az álláspontját korábban, hogy alapvetően nem ért egyet azzal, hogy külsős alpolgármestert kellene választani, ugyanis nem feltétlenül oldja meg azokat a problémákat, ami az általános vitánál a kormánypárti képviselők részéről, vagy a beterjesztők részéről az indoklásban szerepelt. Én egyetlen egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet a mai önkormányzati bizottsági ülés után, hogy legalább azt a részét kérjük, hogy próbálják meg orvosolni, és itt zárójelben hadd jegyezzem meg, hiszen az volt az előterjesztés egyik indoklása, hogyha a képviselőtestületből megválasztanak egy alpolgármestert, akkor őt eltávolítani ebből a posztból abban az esetben, hogyha összetűzésbe kerül, vagy elvi álláspontok már nem annyira egyeznek mondjuk a polgármesterrel, vagy a testülettel, a későbbiekben nem tudják, viszont ezek az alpolgármesterek a javadalmazásukat továbbra is megkapják. Na most a törvénymódosító javaslat nem tesz érdemi elkülönítést az alpolgármesterek között, attól függően, hogy külsős vagy belsősről van szó. Ez talán egy kicsit nyilván a hatáskörben és egyéb dolgokban megteszi ez, de például a javadalmazásban nem. A jelenlegi szabályozás szerint továbbra is meg fogja kapni a külsős alpolgármester is a fizetését, abban az esetben, hogyha a képviselőtestület nem hajlandó a
posztjáról elmozdítani, kvázi kifizető helyé válik továbbra is érdemi munka nélkül az alpolgármesteri, külsős alpolgármesteri poszt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő. Most kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok, a részletes vitát lezárom. Kérdezem Vitányi István képviselő urat, kíván-e a vitában elhangzottakra válaszolni? Igen, képviselő úré a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ebben a késő órában én sem akarom sokáig húzni az időt. A igazsághoz hozzátartozik, hogy a 17-ben adott módosító indítványból 7 kormánypárt és 10 ellenzéki. Ebből a 10 ellenzéki módosító indítvány 90%-a arra irányul, hogy korlátozzuk a külső alpolgármesterek számát. Én nem úgy gondolom, hogy nagykorúak már a képviselőtestületek, és el tudják dönteni, hogy hány külső alpolgármesterre van szükség. Ez az egyik. A másik dolog pedig a Iváldi képviselőtársam, ha figyelmesen elolvassa a Kovács Zoltán 17-es számú módosító javaslatát, az nem kifizető hely teszi a alpolgármesteri tisztségest, akár külső, akár belsőt. Kifizető hely volt korábban, amikor Demszke mondjuk Atkárinak megvonta a összes jogosítványát, és mégis teljes fizetést kapott. A módosító indítvány szerint akár külső, akár belsőstől megvonják a hatásköröket, abban az esetben a képviselői tiszteletdíj, illetőleg a társadalom megbízatásánál tiszteletdíj, a belső választásnál pedig alapi illetménynek nevezett összeggel, ami egyenlő a képviselőknek fizetendő tiszteletdíj. Nem azt mindenki tudja, hogy ez kis településen mennyi, én egy közepes városban vagyok képviselőtesti tag, ez mondjuk 70 000 forint az alap tiszteletdíj, még mondjuk a Atkárinak 600 000 forintot fizettek ki, tehát azért az jelentős mértékben csökkente a kifizetés összegét, tehát ez irányban elmozdult a törvény előterjesztői, miszerint ezáltal nem válik kifizető helyé, sőt, hát ez jelentősen javít a anyagi kondíción az önkormányzatnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt képviselőtársaim, a benyújtott módosító javaslatokról várhatóan következő ülés. Elnézést. Mielőtt. Tehát elhangzott a zárszó. Hát persze. Képviselő úr, elhangzott a zárszó. Akkor nem tudok a zárszó után 2 perces hozzászólásra lehetősége. Igen. Lezártam a részletes vitát, utána kapta meg a képviselő úr lehetőséget a zárszóra. Tehát a benyújtott módosító javaslatokról várhatóan a következő ülésünkön döntünk. Tisztelt Országgyűlés, mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Most napirend utáni felszólalás következik. A mai napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Henc Tamás képviselő úr, Fidesz, aki haragszik a választókra, az rossz úton jár címmel. Képviselő úr, megadom a szót 5 perces időkeretben. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Az elmúlt 8 évben sok mindennel találkoztunk már ebben a házban, de néhány ellenzéki képviselő viselkedése, kirohanása azért sokunkat meglepett, választóinkat pedig felháborította. Történt ugyanis, hogy az egyik dunántúli város korábbi parlamenti képviselője annak a városnak a lakóit pocskondiázta, amely korábban őt 3-szor is a település képviselőjével választotta, és mely város lakóit esküjéhez híven továbbra is segítenie kéne. Ha valakiben kételj merülne fel a képviselő kilétét illetően, a korábbi belügy, majd önkormányzati végül szociális és munkaügyi miniszterasszonyról beszélek. Az inkriminált esetek egyébként az épp most részletes vitára bocsátott 3 törvény általános vitájában történtek. Az elmúlt héten több kaposvári ember is megállított az utcán, és felháborodva mesélték, mit is láttak, amikor televízión keresztül követték a parlamentben történteket. Dühösen mondták, kikérik maguknak a képviselőasszony viselkedését. Kikérik maguknak, hogy az ország nyilvánossága előtt azokat az embereket bántja, alázza, akik szeretik a saját városukat, büszkék Kaposvárra is szeretnék, ha sikeres lenne. Azokat az embereket bántja, akik korábban 3-szor is bizalmat szavaztak neki, ma már úgy tűnik érdemtelenül. Tisztelt képviselőtársaim! Lehetséges az, hogy a képviselőasszony haragszik azokra, akik nem választották meg ismét, hanem a változás mellett döntöttek? Az Audi A6-os hátsó üléséről másképpen látszik a világ, mint amilyen az valójában.
onnan inkább csak a sofőr tarkója látszik. Ha Lampert Mónika luxussal bérelt mikrovilága helyett inkább az emberek közt járt volna, akkor tudhatná, ha valakiben harag lehet, az nem a bukott politikus, hanem a kaposváriak közössége. Bizony, azok a kaposváriak haragudhatnak okkal, akiknek elegük lett a Gyurcsány Lampert kormány megszorításaiból, hazugságaiból, és akik ezt nyomatékosan ki is fejezték. A kaposváriak azok, akik még mindig várnak arra, hogy Lampert Mónika bocsánatot kérjen. Bocsánatot az elmúlt 8 évért. A kaposváriak ugyanis több tiszteletet várnak el egy országgyűlési képviselőtől. Ezért arra kérik a képviselőasszonyt, hogy hagyja abba a kaposváriak pocskondéjázását, és vegyen példát saját frakciótársairól, akár például Iváncsik Imréről, aki nem pocskondiázza, hanem segíti városát. Úgy, ahogyan az egyébként egy képviselőnek kötelessége is. Köszönöm. Megkérdezem a kormány részéről, Tali András államtitkár urat kíván-e válaszolni? Nem kíván. Tisztelt országgyűlés, megköszönöm valamennyiüknek a mai munkáját, kitartásukat, és holnap 13 órakor folytatjuk az országgyűlés munkáját. Az ülésnapot bezárom. Mindenkinek nyugodalmas, jó éjszakát kívánok. Na, azt mondtam, hogy ne jön be képére haza.